Bemelegítés, egy utolsó egyeztetés, aztán indulhat is a 2022-es őszi közösségi futás. Sokan összejöttek Bátaszéken, hogy részt vegyenek ezen a különleges sport délelőttön. 10 órakor el is indult a mezőny. Csáki Zoltán az egyik legfiatalabb versenyzője volt az eseménynek, ő a 7 kilométeres távot választotta. Szeretnék gyakorolni a futásra. Én sosem fáradok el. Szent Péter, a futás szervezője, elárulta a stábunknak, nem csak a testmozgás volt a lényeg ezen a napon. Minden évben 3-4 ilyen közösségi futást szervezünk, eddig általában Szeleshártól indult, most jöttünk ide művelődési központtól, és innen fogunk elindulni. Az elsődleges cél az, hogy megmozgassuk a környékbeli sportot kedvelő embereket, úgy gondolom ezt a célt elérjük. A második cél az, hogy megmutassuk a Bátaszék szépségét, mert olyan helyeken megyünk, Dolina, meg Szent a település, amik már nincsenek is, már igazán a föld felszínén. Tehát megmutatnánk ezeket a szépségét a szekszai domboknak, meg a bátaszéki domboknak, de sajnos az időjárás nem igazán teszi majd lehetővé. És harmadik cél egy jótékonyság, a bátaszéki szegényekért ajánlottunk fel a nevezési díjakat, és a karácsonyi ételosztásnál lesz ebből megfelelő mennyiségű étel és ital a rászorultaknak. Többen a társaság miatt vettek részt a futáson. Nagyon szeretünk segíteni az Andival, részt venni minden ilyen jótékonysági rendezvényeken is. Igazából a közösség miatt jöttünk, és most a legfontosabb az együtt. Tehát azon lesz a hangsúly, nem a tempó, hanem hogy együtt fussunk közösségbe. Mi inkább hosszú távosak vagyunk, de most kifejezetten a közösség miatt jöttünk. Mi sokat edzünk, így együtt hárman. Szoktunk futni, és úgy voltunk vele, hogyha már a saját településünkön van egy közösségi futás, ami jó arra, hogy összekovácsoljon egy nagyobb közösséget, és akkor mindenképp eljövünk, ha esik, ha fúj, ha szakad. Igen, nyilván az is szempont volt, hogy egyébként a futás egy olyan sportág, fölállsz a fotelből, húzol egy cipőt és elindulsz, de nyilván, hogyha még mellé adakozni is tudunk, akkor meg pláne örömmel jövünk. Bár szép számmal összejöttek a sportolni vágyók, a ködös időjárás többeket is elriasztott. Sokkal többen jöttek volna, mert az időjárás miatt, mert például nekem is nagyon sok ismerősöm lejött volna a kerékpárral, és nem futottak volna, és visszakerékpároztak, csak ebben az időben nem vállalták be a ködbe a kerékpározást. Tehát nem tudom pontosan hányan vagyunk, de úgy gondolom, aki mozogni akar, az ebben az időben is tud egy jót mozogni. Jó a közösség, utána elteázgatnak, zsíros kenyeret esznek, közben beszélgetnek, meg utána beszélgetnek. Tehát elérte a célját, vagy el fog érni, remélem a célját a futás. Ennek ellenére úgy gondolja, egyre sikeresebbek ezek az események. Szent Péter hozzátette, fontosnak tartja, hogy már egészen kiskorban megszerettessék a gyerekekkel a sportolást. Erre is igyekeznek odafigyelni. Bátaszék triatlon, ahol az obosoknak már csinálunk duatlont, a kerékpároznak is futnak. Illetve én az idén gondolkodtam, de aztán lebeszéltek róla, sajnos hagytam magam, hogy a kisiknek egy kilométeres futást terveztem itt a templom körül. Azt most is bánom, hogy azt hagytam, hogy lebeszélnek róla, de legközelebb lesz ilyen is. A következő közösségi futást karácsony és új év között szervezik majd meg, talán már hóesésben. Thank you.